Hát én nagyon, szóval megpróbáltam magam segítő pozícióba helyezni Pintér Attilával kapcsolatban, csak az a helyzet, hogy elég sokszor mellékvágányra futott a szövetségkapitánynak az elképzelése, és amikor néztem szerdán a meccset, az jutott eszembe, hogy erről a meccsről semmi nem jut az eszembe. Tehát semmi olyan dolog nem volt, ami miatt az optimizmusom, ami a meccs előtt még dolgozott bennem, szóval megmaradt volna. És az utána keletkezett nyilatkozatok pedig számomra elképesztőek voltak, mert ezek a fiúk majdnem Ferenc József szintjére emelkedtek, minden nagyon szép, mindenem meg vagyok elégedve. Igen, csak közben torokra szivattyúztuk a finneket. Úgyhogy el kéne gondolkodni azon, hogy hát ezzel egy vicc jut az eszembe, az autóban ül egy férfi és hallja a közlekedési híreket, hogy vigyázzanak, mert egy ember az autópályán szemben vagy a forgalom és fölüvöltem, az egy, azt mondja mindenki. Szóval Pintér Attilának is valahogy el kéne gondolkodnia, hogy jó ez az irány, jó ez, hogy mindenkit elküld az anyjába, aki megmeri őt, aki kritizálni meri, szóval érdeklődve várom. Persze, a Buda Tour segítségével, persze. Vagy az OTP Tour, ugye Csányi Sanyi bácsi elintézi.